Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió Bonyhádi Napló című magazinunkat látják. Én Vince Réka vagyok, mutatom, mivel készültünk. Egészséges élelmiszer, 2 éves a helyi termelői piac. A Földnapja, közösségi programok a környezetvédelem nevében. Bonyhádi Általános Iskola, a Népviselet napját ünnepelték. Edzsák Zab, novella illusztrációs rajzpályázat. Immáron 2 éve működik sikeresen Bonyhádon a helyi termelői piac. A településről és 40 kilométeres körzetéből érkeztek a kistermelők a magas minőségben és odafigyeléssel készült portékáikkal. A szervezők elsődleges céljai között szerepelt a helyi gazdaság erősítése és a termelők támogatása. A közösséget jelenleg 20-22 termelői bázis jelenti, akikkel a kezdetektől együtt dolgoznak. A piac gondolata az nem az én érdemem, ez mögött egy közösség áll. Néhány évvel, pontosan 3 évvel ezelőtt Kovács Vendel fejéből pattant ki ez az ötlet, hogy egy ökoközösséget hozzunk létre Bonyhádon. Hozzá kapcsolódott az akkori, a Covid alatt létrejött egy online zöldpiac nevezetű oldal itt Bonyhádon, aminek a vezetője, admina kapcsolódott ehhez a projekthez, és ők ketten a környezetükből hívtak maguk köré még embereket, és ehhez tudtam én is kapcsolódni. Akkor az volt a cél, hogy tegyünk valamit a közösségért, hogy minél zöldebbek lehessünk, és hogy egy ilyen úgynevezett rövidellátási láncot hogyan tudunk létrehozni. Az ökoközösség létrehozásának az első lépéseként jött létre ez a helyi termelői piac. Az első alkalommal a kaszinókertben itt Bonyhádon, ott került megrendezésre. Aztán ennek immáron 2 éve lesz a nyár végén. Úgyhogy azóta egyre többen kapcsolódtak ehhez a megmozduláshoz. Szeretnénk ezt fenntartani, megtartani, ami van jelenleg, és felkutatni további termelőket, akiket tudunk támogatni. Amellett, hogy Bonyhád 40 kilométeres körzetéből várjuk a termelőket, van egy ilyen belső minőségbiztosítási rendszerünk. Azokat támogatjuk elsősorban, akik minél kisebbben gazdálkodnak, és minél szelídebb módon, minél jobban támogatva a környezetet, vegyszermentesen, vagy a lehető legkevesebb vegyszert felhasználva. Idei évtől már kézműves termékek is megtalálhatóak a kínálatban. Van egy e-mail címünk, ez a voltsegikosar@gmail.com. Ezen az e-mail címen várjuk a jelentkezéseket. És akkor felvesszük a kapcsolatot, egy rövid bemutatkozás után pedig döntést hozok arról, hogy tudjuk-e fogadni az adott termékeket, vagy nem a piacra. Fontos számunkra az is, hogy elégedettek legyenek azok a termelők, akik nálunk vannak, és akikkel együtt dolgozunk. Endrődi Tibor 11 éve ellenőrzött biogazdálkodó. A mejtől kezdve az almáig bezárólag minden gyümölcs bio termelésben van, és a feldolgozott termékek is szintén bióba. Tehát a hozzáadott anyag a tartósítószer nélküli, tehát olyan kezelése megy keresztül, ami minden ember számára egészséges, különösen kisgyerekeknek még. Endrődi Tibor elmondta, hogy 6 hektáron termesz gyümölcsöt, melynek java része a pécsi piacra megy, de Bonyhádon is nagy az igény a termékeire. 1,2 hektáron van fekete bárkánya, amiből készül az arónia. Ugye ennek is az Ausztriára nyúlik vissza a története. Lengyelországba hoztam be a szaporítóanyagot, és hát a megyébe én voltam az első, aki ilyen gyógyhatású gyümölcsöt telepített. Téli időszakban havonta egyszer, tavasztól őszig pedig 2 hetente szervezik meg a piacot Bonyhádon. A Teszed nevű program részeként a Bonyhádi Önkormányzat, valamint a Kulturális Központ közösen szervezett környezetvédelmi programot a helyi általános iskolák tanulóinak. A Földnapja alkalmából vetélkedőt szervezett Bonyhád önkormányzata a Művelődési Központtal együttműködve, amely 5 állomásból állt, valamint egy földgömböt rajzolhattak a gyerekek. Összesen 8 osztály jelentkezett a 2 iskolából, mivel sok gyerek van, ezért a csapatokra kellett osztani őket. Egy csapatban 5-től 6 fő van, így 165 gyerek
vesz részt. És plusz van, aki csak a Szedd Magad akció miatt jött. A gyerekek a legfogékonyabb arra, hogy fontos a környezetünk, és erre szeretnénk főleg felhívni a figyelmet, és vigyék haza a tanultakat. A szervezők a természet védelmére és annak fontosságára hívták fel a figyelmet a közösségi programmal. A diákok számos interaktív feladatot oldhattak meg. Nem vágjuk le az ár, vagy nem vágjuk ki a fákat. Igen, rakni az kész. Meg inkább ringával megyünk, mint hogy autóval. Vagy sétálva, rollerrel. Nem bántom a környezetet, és igazából nem szemetelek. Fölszedem a szemetet. A Városháza a helyi kulturális intézménnyel karöltve 12. alkalommal rendezte meg az országos programot. Kezdetben, amikor csatlakoztunk a programhoz, akkor igen nagy mennyiségű szemetet gyűjtöttünk össze, és mivel évről évre részt vettünk a programban, évről évre így egyre kevesebb összegyűjteni való hulladék került a zsákokba. Idén is kevés lesz, de egyre nagyobb a létszám, és egyre népszerűbb a program, így minden résztvevőnek örülünk, és mint ahogy látjuk, a gyerekeknek is tetszik ez a program, szívesen részt vesznek. Az utcákon található apró kis hulladékot, mint műanyag flakonokat szívesen összegyűjtik, és ezzel tanulnak is, ugye egyfajta szemléletformáló program ez. Így ugye nem csak az, hogy ne szemetelj, hanem tartsuk tisztán a környezetünket, illetve fát is ültettünk, tehát ugye a fák védelme is, illetve ha fát ültetünk, ugye akkor ezzel tisztább környezetet tudunk biztosítani, illetve madáretető is került kihelyezésre. Így a szemétszedés, igazából a faültetés és a madarak védelme, az élővilág védelme is előtérbe került ezáltal. Idén április 22-től 28-áig a civil szervezetek, valamint az iskolák diákjai gyűjtik össze szemetet, felhívva a figyelmet a környezetünk védelmére és tisztántartására. A Bonyhádi Általános Iskola Népviseletnapja alkalmából rendezett programokat az intézmény vezetője és tanárai fontosnak tartják, hogy a diákok a hagyományokkal is foglalkozzanak. Az iskolások divat bemutatóval is készültek az eseményre. A Bonyhádi Általános Iskola Széchenyi István Általános Iskolája már sokadszor csatlakozik a Traktag rendezvény sorozathoz. Ez a Népviseletek Napja fordítást viseli tulajdonképpen. Alapvetően a német nemzetiségi viseletnek a napja ez. Mi egy kicsit kitágítottuk, és aki esetleg nem a német nemzetiséghez tartozik, ő is megmutathatta a nemzetiségi ruháját. Egész hetet átölelő rendezvény sorozatról van szó. Minden nap német táncházzal kezdtünk, amit a gyerekek nagyon élveztek. Kézműves foglalkozások voltak, amelyeknek ma van a kiállítás megnyitója, és láthatóak is az elkészült alkotások természetesen. Akkor a gyerekek a hét folyamán német nemzetiségi tájházban voltak nagymányokon, illetve itt Bonyhádon a német házban, ahol szakszerű vezetéssel találkoztak és ismerték meg a német kultúrát. Ami még nagyon fontos, hogy a mai a fő rendezvényünk, ami egy májusfa tánccal fog kezdődni, ezt Vargányi Tamás Tünne német szakos kolléga tanította be, de lesz hajfonat, bemutató és verseny, valamint egy klasszikus szépségverseny, ahol a gyerekek a ruhájukban felvonulnak. Tavaly is nagyon nagy sikere volt ennek a rendezvénynek. Én azt gondolom, hogy kicsit már elcsépeltnek tűnik, de csak az a közösség lehet sikeres, amely ápolja a hagyományait, ragaszkodik a régi szokásokhoz. Egy német nemzetiség esetében ez külön fontossággal bír, és mint német nemzetiséget is oktató iskola, számunkra fontos, hogy a gyerekek ne csak nyelvtanuláson találkozzanak a német nyelvvel, hanem ismerjék meg, hogy hogyan éltek elődeink, illetve ezeket a hagyományokat érdemes tovább vinni, tovább örökíteni. Az ötödik osztályos Emma idén először fog a rendezvényen táncolni. Ma egy kékfestőbe vagyok, a cipőm egy pacskár, és ez most azért fontos, hogy az őseinkre megemlékezzünk. A májusfa tánc igazán nagy sikernek örvendett a több mint 500 diák létszámú intézményben. A Bonyhádi Német Nemzetiségi Önkormányzat egy RASZ pályázatot hirdetett gyerekek számára, amelynek témája a németek betelepülése. Célja, hogy a fiatal generációk megismerjék a német nemzetiség eredetét. Az Egy zsák zab novella illusztrációs rajzpályázat alkotásaiból nyílt kiállítás a Vörösmarty Mihály Művelődési Központban.
Krenzlein Néptánc Egyesület fellépésével kezdődött el a kiállítás megnyitó. Az eseményen részt vett Németh Judit, aki édesapjától, Németh Istvántól a novella szerzőjéről mesélt. Alapvetően evangélikus lelkész és egyházi szépíró, tehát ezekben a körökben ismert ő nagyon, és 4 kötete jelent meg életében, és érdekes módon az Egy zsák zab, amiből most már a második kiállítást láthatjuk, az egy külön karriert futott be, nagyon szeretik a gyerekek, és örvendek, hogy sokfelé látok úgynevezett Brautschifet itt a megyében, aminek segítségével jöttek a betelepítendő németek annak idején. Az én őseim Hessen tartományból, Ulmból jöttek, és egy olyan jó 2 hétig utaztak lefelé a Dunán, hiszen ez a Duna erejével tudott haladni, hol gyorsabban, hol lassabban, és azok a pártában maradt leányok jöttek elsősorban ide Tolna megyébe is, akik nem keltek el Németországban, így ezek a lányok itt férjet kaptak. Volt egy úgynevezett ügyintéző, egy menedzser, aki már előre megbeszélte, hogy ki kivel fog találkozni. A történet különlegessége az, és igaz, hogy egy Ádám Hof nevű ősapám Tolnán arra kérte a jövendőbeliét, hogy semmi mást ne hozzon, csak egy Bibliát. Az ellenreformáció korát éltük az 1730-as években, és akkor egy zsák zabban hozta az ősmama ezt a Bibliát, ami mind a mai napig a család tulajdonában van, eladni nem szabad, mindig az első szülött örökli. Annak is örvendek, hogy több mint 200 fiatal megörökítette azt, ami megfogta őt a novellából, és nekünk óriási megtiszteltetés. Köszönjük szépen, hogy itt is van egy kiállítás. Először is szeretnék köszönetet mondani a zsűrinek, hogy a 266 beérkezett mind egytől egyik értékes rajz közül kiválasztották azokat, melyeket most díjaznak. Biztosan nehéz volt a dolguk, hiszen ahogy elhangzott, Bonyhádon kívül Bolyból, Bátaszékről, Tolnáról, Paksról és Győréből is érkeztek rajzok. Szeretném megköszönni a Művelődési Központ segítségét is, hogy a kiállítás létrejöhetett. A tanárok és szülők támogatása elengedhetetlen, hogy gyermekeik ilyen színvonalas munkákkal gyönyörködtessenek bennünket és minden bonyhádi szemét. Hessenből menyasszonyokat szállító hajó úszik lefelé a Dunán. A hajón utazó leányok és özvegyek nem ismerték még a vőlegényt a török idők utáni félüdves Magyarországon, csak annyit tudtak az ügyes szervező emberektől, hogy a hosszú háborúk után a gazdag parlagföldeken leszerelt német katonák szívesen elvennének egy hasonló anyanyelvű leányt. A hajón utazott Lisbeth is. A hozománya mindössze egy zsák zab, ám a zsákban ott lapult egyetlen öröksége, egy nagy, kapcsos, képes biblia. A németek betelepítésének 300. évfordulója alkalmából rendezték meg a kiállítást és a díjkiosztó ünnepséget. Második helyezést ért el Wust Hanna. Csodálatos rajzok születtek, és nagyon szépen
megfogták a gyerekek a témát, és nagyon szépen látszik rajta az, ahogy bemutatták a novellát, és ez egy külön öröm számunkra, hisz megismertek egy történetet, és ezt a történetet kellett lerajzolniuk, és így nem csak a rajz fontos számunkra, hanem az is, hogy megismerték azt, hogy az őseink hogyan érkeztek ide Magyarországra. A kiállítás a Bonyhádi Művelődési Központ előtéri ablakainál tekinthető meg május 24-éig. Önök a Tolnatáj Televízió Bonyhádi Napló című magazinját látták. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!